Sok szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket. A kezdők alkalmát folytatjuk most is. Előző alkalommal a prófétálásról kezdtünk el beszélni, és ha testvéreket érdekli ez a téma, akkor folytatjuk tovább. A következőkről beszélünk, hogy kik a próféták. Az ószövetségi prófétákkal kapcsolatban, hogy kik és a próféták, ugye ismerve, olvasva a Bibliát, kis prófétákról és nagy prófétákról beszélünk, vagy talán fordítva kellett volna mondanom, ugye nagy próféták, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiás, és sorolhatnánk tovább, és a kis próféták pedig ugye utánok következnek, és őket is Hóseás, Mikeás, Náhum, Habakuk, sorolhatnánk végig az Ószövetség kis profétáit, de mindenkinek volt küldetés. Hogy mi is volt ez a küldetés? A korintusiakhoz írt első levél 14. részének a 3. versét olvasom. Tehát ha kis proféta, ha nagy proféta, ha egyszer profétál, ha többször használja az Úr, valahogy így kellene, aki pedig profétál, embereknek beszél épülésére, intésére és vigasztalására. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy aki az Úr beszédét szólja, hogy az épülésre legyen, intésre és vigasztalásra legyen. Ha mi egyáltalán a prófétálásról szeretnénk beszélni, akkor tisztáznunk kell ezeket a fogalmakat, hogy kik a próféták. Különbséget teszünk ugye a jósok, a varázslók, a halott idézők, a médiumok, a csillagjósok és a próféták között éles határ van. Tehát az ókori keleten, Egyiptomban is, a hellén világban is mindenütt voltak varázslók, jósok, akik hát a tevékenységüket iparszerűen űzték. Idézek itt egy... ellenszolgáltatást. Igen. Reggel azonban nyugtalankodni kezdett már a fáraó, ezért összehívta Egyiptom minden jövendő mondóját. Tehát ő a királyi udvarban ott voltak, jó fizetést kaptak, bőségben éltek jövendő mondók, bölcsek, és hát hasonló ilyen túlvilágban meg előrelát emberek voltak. Elbeszélte nekik a fáraó az álmát, de senki sem tudta megfejteni a fáraónak az álmát. Miért? Mert az írást Isten jelentését csak a hívember érti. Meg a Szentlélek nem lakott bennük, attól, igen, hogy ők csillagokból tudtak jósolni, és mindenféle jövendőket mondogatni, aztán vagy megállt, vagy nem állt, de igazából nem voltak telve Isten szent lelkével, és nem volt semmi közük az élő Istenhez. Ez van még itt, hogy ekkor azt mondta a király, hogy hívjátok a mágusokat, igézőket, varázslókat, csillagjósokat, hogy mondják meg, mi volt a királynak az álma. Ez pedig a Nabukodonozor háztartásában is ott voltak a jósok, a varázslók, hát minden. Külön kaszt volt az egyiptomi fáraó udvarában, ezeknek külön kasztja volt, és vezetőik voltak, és előjáróik voltak. És azért a ma embere is nagyon sok ilyen tenyérjós, csillagjós, jövendőmondó, jósnő, és sok minden más dologhoz fordul, mert nincs köze az élő Istenhez, pedig az ige azt mondja, hogy fiaimat, kezeim munkáját bízzátok rám, és a jövendőt tőlem kérdezzétek meg. Isten válaszol,
ha keressük őt és kérjük őt. Tehát erre vannak a Szentlélek által adott kegyelmi ajándékok. Igen. Egy pár gondolat erejéig ennél a proféta szónál is megállok. Ugye ez a hétköznapi életben már ismerjük, hogy proféta, de ez egy tulajdonképpen egy görög szó, amit a görögök használtak, ahol nagyon sok varázsló jós volt, és ez a fémi azt jelenti, hogy mondani, profémi, pedig előre megmondani, vagyis profétálni. És hát ez abban a korban, a görög kultúrának abban az idejében, tehát azokat nevezték profétáknak, akik üzletszerűen ilyen orákulumokat, jóslatokat közöltek az emberekkel. Azt mondták, ugye sok istenhitet ismertek a görögök, és azt mondták, hogy ezek az istenektől kapnak valamiféle eligazítást, és ezzel segítségre jönnek az embereknek. És hát Pál apostol, amikor először Európába jön, akkor Filippiben találkozott egy lányjal, aki a jós volt, jövendőlt, és hát ezt írja itt az írás, hogy történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgálány jött velünk szembe, akiben jövendő mondás lelke volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Apostolok cselekedete 16-16. Tehát futtatta a proféta lányokat. Ma más célból futtatják a lányokat, akkor hát az is ugyanolyan tisztátalan dolog volt. Amikor azt mondja, hogy a jövendő mondás lelke van benne, akkor eredetileg így hangzik, hogy pneuma pythona, a kígyónak a lelke. A python az a kígyónak a neve, a kígyó lelke van benne, ez a kifejezés, és hát ezzel, hogy ilyen démoni jellegű az a megnyilvánulás, ami ebben a nőben volt. Nem akarok itt azzal foglalkozni, hogy a delfói jósdában, hogy voltak ezek a dolgok, és hogy hogyan függött ez össze az Apollon görögisten imádatával, és hogy ez a jóslás hogy mint volt. Ami minket érdekel, hogy mi azt mondjuk, hogy a proféta az a személy, aki által Isten szól az egyénhez, a közösséghez, és az egész országhoz, vagy az egész világ számára adhat üzenetet. Ilyen egész világ számára kapott üzenet a jelenések könyve. Kort, időt túlhaladva, népeket felülmúlva, ez mindenkinek szól, ez az üzenet. És az van a Bibliában, hogy miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világgal, aki által a világot teremtette, a zsidókhoz írt levél első rész, első-második verse. Tehát az ószövetségi igaz profétákat, tehát nem a jósokat, az jellemezte, hogy Isten szólt általuk. Illetve ők Istenből szóltak. Van is Pál használ egy ilyen kifejezés, hogy Istenből szólunk. És nem alkottak meg, tehát garasokért nem jósoltak, mint ahogy hát a mai világban még előfordul, hogy tartsa a kezét, ennyit fizet,
és mondok magának valamit, különösen nősüléssel, meg egyéb dolgokkal kapcsolatban. És hogy az Isten szolgái nem megrendelésre profétáltak, nem vártak tanástalan, a tanástalan királyoknak a drukkerei ki, és hogy a drukker alatt értem, hogy ezek a hamis proféták drukkoltak, hogy uram, menjél a harcba, győzni fogsz, vedd elő a fegyveredet. Ezek voltak a hamis proféták. Ismerjük ezt a Mikiás meg hasonló profétás dolgot. Pál azt mondja, mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítjuk az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt, szinte Istenből szólunk, és Isten előtt a Krisztusban. Hát ez az igazi profétálás. Emlékszem, hogy még az én dogmatika professzorom hangsúlyozta azt, hogy az igazi profétálás az Krisztusban való profétálás. Tehát nem lehet elválasztani Krisztustól. És hát figyeljük meg, hogy Mikiás milyen határozott volt, az élő Úrra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit az én Istenem mond. Csak azt fogom mondani, mert egy nem kiforrott proféta esetében voltak ugye úgynevezett proféta fiak az Ószövetségben különösen, hogy azok néha mellé fogtak, mikor kiküldte Elizeus őket, hogy szedjenek egy kis zöldséget, akkor mérges füvet szedtek, de az öreg proféta rendbe tette, amit a fiatal proféták elrontottak. Tehát a választott népet, amíg Isten félelemben élt, nem varázslók, nem jósok irányították, csak a nagyra vágyó királyok fogadtak be olyanokat, akik az ő száj ízük szerint beszéltek, jósoltak, ami az ő politikai látásokkal egyezett, akik tapsoltak nekik, azokat megfizették. Mert úgy gondolták, hogy a buta nép hallgat a fizetett profétákra. Ez mindig nagyon nagy kísértés. Én a több évtizedes szolgáló hívő múltam alatt nagyon sokszor átéltem, és meg is figyelhettem, hogy óriási nagy kísértés. Az emberek szeretnék tudni az Isten akaratát, vagy a tervét, de mivel nincsenek olyan kapcsolatban az Úrral, hogy személyes kijelentést vegyenek, éppen ezért presszionálják azokat, akiknél az Úr megnyilvánul az ő lelke által, és ha az ember ennek a pressziónak enged, akkor nagyon tévútra viszi az Isten népét, illetve megerősíti ebbe a rossz állapotba, és nagyon, ha megfigyeljük az Ószövetséget, Mózes is az Úr felkent profétája volt, de Mózes nem ment tovább, és ha várni kellett egy hónapig az Úr szavára, ő belőle nem lehetett kipréselni, őt nem lehetett presszionálni. Nem lehetett gomnyomásra proféciákat kapni. Igen, mondjad már, és mi az, nem szól az Úr, nincs közösséged az Úrral? Mózes nem ment tovább, és a népnek is meg kellett várni a kijelentést. És ez egy nagyon komoly és fontos dolog, hogy Isten nem olyan, mint amikor az automatába bedobunk egy összeget, és kijön a meleg kakaó, mert megrendeltük, hanem az Úrnak hatalmas joga az, hogy akkor szóljon, amikor az embernek arra igazán szüksége van, és akkor is úgy jelentse ki magát, ahogyan ő azt akarja. És ha nem Isten akarata szerint
profétál, szól. A proféta akkor vagy emberi módon szól, vagy ördögi módon. Belecsalják a profétát, hogy egy ilyen, hogy kikényszerítik, és akkor szegény feje, hát úgy gondolja, hogy olyan állapotban van, hogy képes így gomnyomásra is. És ma is vannak ilyen irányzatok, hogy hát próbálj meg te is profétálni. Ha majd sikerülni fog neked is, meg ilyen sulik vannak, amiben ezt úgy tanítgatják, de én úgy gondolom, hogy ez sokkal szentebb dolog. Vagy van kijelentése az Úrnak is, vagy használ az Úr egy profétát, vagy pedig sokkal jobb várni és megadással lenni, addig, míg az Úr kijelentése nyilvánvaló lesz a proféta számára is, az egyén számára is, esetleg a közösség számára is. Igen, itt még megállok egy pillanatra, ugye különösen az előző évtizedekben, talán most is így van, sokan azt állítják, hogy Krisztussal lezárult a profétálásnak az ideje, és hát én ezt a hitem és a meggyőződésem szerint úgy látom, hogy részben igaz ez, hogy lezárult, de amit mondanak, tehát, hogy az üdvösségre nézve már új kijelentés nem adatik. Tehát lezárult, új kijelentés, és ha valaki új kijelentést kap, olyat, ami az üdvösségre nézve fontos, tehát ott lezárult a profécia, amikor azt mondta Jézus, elvégeztetett. A megváltás illetően lezárult, de utána jöttek a proféták, akik nem a megváltásnak az ismeretét bővítették ki, hanem az emberek épülésére, intésére és vigasztalására. Én, ahogy olvastuk itt az 1 Korintus 14.3-ban, én is ezt tanultam meg Isten igéjéből, hogy az Úr kijelentette, ami az üdvösségre való. Nincs más kijelentés. Jézus elvégezte, meghalt a Golgotai kereszten, értem és érted a bűnös emberért, hogy megváltsa a haláltól, a bűntől, a kárhozattól, és hogy az Úr elvégezte, nincs más. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az Új Szövetség prófétái, akár a korintosi gyülekezetbe, akármelyik gyülekezetbe is azért működtek, mert az Úr megszentelni akarta az ő népét. Ugye az intő beszéd, amikor a titkokat megjelenti az Úr, ha Anániásra és Szafírára gondolunk, akik tulajdonképpen hazudtak, és be akarták csapni Isten szent lelkével fölkenteket. Igen, egyetlen egy profécia, ami túlmegy azon, az már eltér a Bibliától. Az nem Isten lelkétől van, az nem profécia. Igen, tehát ebben van jelentősége a profétálásnak, hogy nyomatékosítja, aláhúzza az üzenetét, vagyis segít abban, hogy ez neked szól. A profétákat héberül nábinak nevezték, az örökkévalótól kaptak ugye üzenetet, ezt a szót, ugye a prófétei a szóval fordítja görögre, a Septuaginta, és hát azt is még megemlítjük, vagy már volt is róla szó, hogy egyrészt férfiak voltak proféták, de voltak nők is. A nábi volt a férfi, a nábia pedig
az asszony, tehát a női proféta, akik által nagyon sokszor a nőknek az Úr nagyobb világosságot adott, persze ez nem abszolút értelemben van, de hogy nagyon sokszor az Úr a nőket felhasználta ilyen tekintetben. Sorolhatnánk itt például Debórát, a Mózes testvérét, vagy Jósiás király idejében működött Hulda proféta, akkor egy olyan óriási reform következett be, amikor megtalálták a Bibliát. A pap kérte Hulda proféta nőt, hogy a templomban talált törvénykönyv felől kérdezze meg az Urat is, hogy megtalálták a 2 király 22:14-20-ban van erről szó, és hogy egy nagy ébredés lett az országba. Vagy ott van az Új Szövetségben Fannuel lánya, Anna, aki állandóan ott volt a templomban, tehát nem ilyen proféta volt, aki néha szabad idejében profétált, és hát, tehát az Anna az teljesen erre a szolgálatra volt beállítva Istentől. Aztán beszéltünk már Deboráról is, hogy Debóra, és hogy profétanő volt, milyen áldások voltak a szolgálatain keresztül. A proféciákkal kapcsolatban, tehát voltak szavak, amiket tehát közöltek, szóbeli proféciák, látás meg egyéb, de itt most megállunk, és majd, ha a testvéreket az érdekli, tovább folytatjuk.